Ma ismét a hölgy olvasóknak szeretnék kedvezni. Enola Flynn a Bíró felesége című könyvével. Ez is egy titokzatos regény. Grace-t, a fiatal hölgyet hozzáadják egy nála sokkal, de sokkal idősebb bíróhoz. A lány nagyon szenved. A bíró ugyanolyan szigorú otthon is, mint a munkahelyén, nem is érdekli, nagyon más. A kislány unatkozik mellette, nagyon fiatal még, és így aztán tulajdonképpen egyenes út vezeti az indiai származású Vikram karjaiba. Hamarosan születik egy kislányuk, Emma, akit elvesznek. A szigorú anyós elvesz Grace-től. Nem is mondják meg neki származását, azt mondják, hogy édesanyja meghalt, noha Grace-t valójában egy elmegyógyintézetbe csukják. Azt mondják neki, hogy szanatóriumban megy a szülés fájdalmait pihenni, azonban már a bejáratnál nagyon durván vannak vele, és végig a könyv folyamán az elmegyógyintézetben elég megalázó módon bánnak, nem csak vele, hanem a többi beteggel is, és tulajdonképpen ő meg ráadásul nem is beteg, csak anyósa jutatta oda. Azonban a bíró sem él örökké, mikor meghal, hazatér a lánya, Emma, akit időközben természetesen sikerült elüldöznie otthonról, és mikor Emma hazaér, első dolga, hogy édesanyja után kutasson, mert soha semmit nem kérdezhetett róla, mindjárt mindenki dühbe gorult, mihelyt valahogy kiejtette a száján az anyaszót. Talál egy kis bőröndöt, és itt indul el édesanyja emlékei után való kutatása. A könyv pikantériája, hogy ugyanekkor valahol messze Indiában az idősödő Vikram úgy gondolja, hogy talán éppen ideje felkeresnie ifjúkori régi Grace nevű szerelmének a sírját.